Szia! Szia, valamit nem tudsz kitalálni a mai dolgára, mert nem tanultam. De persze. Köszi, szia! Szia! Gyerekek, pakoljatok el mindent az asztalról, dolgozatot írunk. Na, Viktória is megérkezett végre közénk. Mi a késtél? Szóval azt mondtam, hogy először is lekéstem a buszt, ezért várnom kellett még 20 percet a következő buszra. Utána eltévedtem, és nem tudtam, hogy hol vagyok. Aztán találkoztam Brunoval. Milyen az Julia? Hát arról pont nem beszéltünk, de minden másról igen. Például arról, hogy felült egy unikornisra, aki elvitt ő szivárvány földjére, ahol fölmentek egy óriási szivárványra, és ott elkerültek egy másik univerzumba. Utána pedig próbáltam onnan úgymond elszökni, hogy végre bemehessek az iskolába, de nem sikerült. Utána valahogyan csak bejutottam az épületbe. És fel akartam menni gyorsan lifttel a másodikra, de a lift az áramlott, ezért levitt engem a mínusz egyesre. Ami pedig tök para volt, mert ott még sosem voltam, és nem értettem, hogy hol vagyok. Utána valami fura űrlények betettek engem egy időgépbe. Elvitt engem 2093-ba, ha már minden tök más volt, majd az álmosan tűnőr volt, hogy valaki érdekel, és megérkeztem. Gratulálok, Viktória! Többiek! Miattad a szünetben fognak dolgozatot írni veled együtt.